a stadionunkat energiailag függetlenni akartuk tenni. Tudjuk, hogy mikor azt mondták nekem, hogy a pályafűtés az évente csak maga fűtés 50 ezer euróba fog kerülni, és hol van még az összes többi kiszolgáló létesítmény, akkor azon gondolkoztam, hogy ez nagyon drága. És úgy gondoltam, hogy egy egyszerű beruházással meg tudjuk oldani azt, hogy teljesen energetikailag függetlenné tesszük a stadiont. Ezzel a melegvizes kultúrással mi teljes egészében függetlenítjük magunkat, tehát nem lesz semmilyen más energiára szükségünk. Fűteni tudjuk a pályát, fűteni tudjuk a kísérő objektumokat, az összes ott lévő épületet, hotelt, öltözőt, mindent. És ezen kívül még fogunk felrakni szolár napelemeket is a stadionnak a tetejére, az egyik oldalára, a déli oldalra, ezzel pedig megoldjuk az áramellátást. Úgyhogy ez egy olyan stadion lesz, aminek külső energiára szinte nem is lesz szükség, egy önállátó ekostadion lesz. Ez a stadion fűtésére készülne ez a kút, és akkor ennek az első fázisában vagyunk most. Vízhőfok az meg 40 fok körülre van tervezve, így a szomszédos kutak alapján. Hát nyilván ez akkor fog eldőlni, mikor a termeltetés kútnak a kiképzése elkezd folyamatba lenni, és megtörténik a kút kiképzés, akkor tudunk konkrétan vízhőfokot nyilatkozni, hogy ez ennyi, ez az olyan nyit.